Szép estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Folytatjuk azt a beszélgetést, amikor is a sport és a pandémia, illetve koronavírus járvány kapcsolatáról beszélgettünk. Vendégem pedig ismét András Krisztina, sportközgazdász. Nos, hát a világ legkedveltebb sporteseményei közül az olimpia, a labdarúgó világbajnokság, ugye most nem, az atlétikai világbajnokság, az úszó VB, a tenisz Grand Slam tornákat említeném, és a Forma 1, illetve az amerikai, majd az amerikai franchise rendszerekről kicsit később, de mind-mind hiány szenvedett, mármint a szurkoló és a néző, tehát a televíziós társaságok és mindenki. Beszéljünk az olimpia elhalasztásáról, hiszen ezekben a napokban már menne az olimpia, és azt hiszem, hogy reggeltől estig tekintve, hogy a Tokió a nagy az időeltolódás, ott ülnénk a televízió készülékek előtt, az egész világ, nem csak mi, mindenki. Mit jelent egy olimpia elhalasztása? Hiszen kapjuk a híreket Tokióból folyamatosan, hogy megosztott a közvélemény, szavazásokat rendeznek, megosztott maga a kormány, megosztott a NOB is abban, hogy helyesen jövőre és milyen feltételrendszerek mellett lehet megrendezni az olimpiát, de úgy, ahogy 2020-ban, tehát az idén került volna sor rá, bizonyosan nem. Menjünk kronológiailag, tehát ugye a COVID-19 az 2019-től kapta a nevét, tehát ugye valóban a felbukkanása az 19 novembere, ugye Kínának egy közép-kínai tartománya Wuhan, és ugye nagyon régóta tanítjuk egy nagyon fontos sportgazdasági trendnek tekinthető az ázsiai sportgazdaságnak a törekvő és szereplő volta, ami ugye azt is jelenti, hogy rengeteg esemény van itt, és nagyon sok olimpiával kapcsolódó kvalifikációs eseménynek adott volna otthon, amely, hogyha van olimpia, és ugye itt a július 24-ére utaltál arra a napra, amikor valóban mindannyian vélhetően a megnyitó eseményt néztük volna, és onnantól az időrendünket kicsit behatárolja azt, hogy mikor is milyen eseményt nézhetünk a tokiói nyári olimpiáról, gyakorlatilag már ott kénytelenek voltak kvalifikációs eseményekről valamiféle döntést hozni. Halasztás az ugye nagyon-nagyon csekély benne, mert a kvalifikációnak meg kell történnie bizonyos, és bizonyos sportágban még abszolút ez érintett volt, majd magyar vonatkozásokat is mondok, akkor ugye elkezdték halaszgatni, ugye novembert írunk márciusra, de hát azért látszott sajnos, hogy ez nem ilyen egyszerű történet lesz, közben ugye világjárvánnyal minősítették, és közben még mindig, amikor most beszélgetünk, a nagyon előre haladottak a kutatások, de a legfőbb problémaként azt mondják, hogy nincs vakcina, márpedig egy nagyon nagy nyáj védettséget kell ahhoz a világon föl tudni, hogy a közösségeknek a találkozása ne legyen veszélyes. Tehát ott már a kvalifikációs eseményeknek a tologatása volt, ahol meg tudták tenni, hogy ugyan hasonló időpontban, de földrajzilag teljesen máshova szervezték, és akkor azok az események le tudtak bonyolodni. Mi is több szempontból érintettek vagyunk, mert női vízilabda válogatottnak még a kvalifikációja, a vívásnak több szakágának a kvalifikációja, illetve hát ugye mi magunk is kvalifikációs eseményeknek adtunk volna otthon. Ugye mi itt megérdekes, hogy mi azért Európában, és ezek az események ugye jellemzően Budapesten, de láttuk, hogy már a tavasz az bizony elkezdi fölborítani azt a megszokott rendet, már időben, meg földrajzilag nincs hova helyezni, hiszen nagyon gyorsan a világnak nagyon sok pontját érintette a járvány. Plusz ne felejtsük egy attól, hogy a helyszín, ahol az eseményt rendezzük, az biztonságosnak mondható. Ugye attól szép is egy olimpián a világ minden országa érintett, és a sportolók, hogy valóban megérkezhessenek, ez ugye légipar és mindenféle utaztatásnak rendben kell lennie, illetve az ő jövetelük biztonságos, nagyon rájuk nézve meg, ahova érkeznek, ez már innentől korlátokat szenvedett. A legelső iradások nagyon érdekesek voltak, mert a nyári játékok versenykírója, Nemzetközi Olimpiai Bizottság és annak elnöke, Thomas Bach, többször is nyilatkozott, hogy nem fontolgatják az olimpiának sem a halasztását, sem az eltörlését. Tehát ezt ilyen kitartóan kommunikálta. Tette ezt úgy, hogy azért a végrehajtó bizottságból, mert voltak olyan szenyor tagok,
akik beszéltek arról, hogy halasztani kell az olimpiát, tehát hogy valamiféle változás legyen. Olyannyira, hogy március 12-én meg is nyújtották az olimpiai lángot olimpiában. Ugye az olimpia brandjének, és amit jelent az olimpia nekünk, annak nagyon sok alapja van, az öt karika, a láng. Tehát például a láng meggyújtása, ugye a görög főpap nőnek a meggyújtása, az egy nagyon-nagyon komoly üzenet, tehát láthatóan a szervezés és az egésznek a menete, azt próbálták a világ felé, hogy nem szenved semmi formában módosítás, bár már ez a megnyitó ünnepség ott olimpiában nem az a népes, hanem hát egyfajta zárt körű, tehát jóval kevesebb sportvezető volt jelen, sőt maga olimpiának a polgármestere is azt kérte, hogy már magát ezt a rendezvényt is, hiszen ekkora már Görögországban, illetve a térségben azért jelen volt a járvány, és teljesen világos, hogy a sport sem akart annak a magyarázó ereje lenni, hogy esetleg amiatt terjed jobban a járvány, mert hogy a sport események mint egy gócpontul szolgálnak, bár ez a vád és bizonyos eseményeket a mai napig azért hallunk, tehát ugye van egy nagyon fontos felelősség, és nem lehet ilyet hozni. Tehát már azért a kommunikációban benne volt, a szervezők is még kitartóan mondták, ugye itt a japán szervezők, hogy minden a tervek szerint fog menni. Aztán ahhoz képest viszont nagyon gyorsan és egy nagyon karakteres döntés született. Ez kellett a partnerek, tehát a modellben a többi partnernek is az egyetértése. Azaz, hogy hajszára pontosan egy évre halasztják a Tokió olimpiát, tehát nem változik, mert ugye még a más helyszínen való rendezés, amit azért elég gyorsan, rövidre lehet zárni, hiszen a világban nincsenek olyan helyszínek, hogy na, akkor nem ott, hanem akkor holnap ott rendezzük, mert már az olimpia rendezése azért nem ilyen, hogy fogod és átviszed egy másik helyszínre. Hát illetve ugye az, aki elnyerte a rendezést, az nem véletlenül pályázott, és nem véletlenül szeretne ezzel élni, akkor meghozták tehát a döntést, és a sportolókkal is, ha beszélgettél, akkor őket nagyon-nagyon sok minden megtépázta. De leginkább a bizonytalanság, leginkább az, hogy nekik van egy élet, mondjuk, amiben a mindennapos sportolás, amit akár közösségben végeznek, az hirtelen megsínli, vagy egyáltalán nem tud készülni, vagy online formában tart szakmai kapcsolatot, vagy önmagában kell, vagy azt mondják egy kontaktsportágnál, hogy legyen ugyanazzal az edzőpartnerrel készülhess csak, de azt is tudjuk, hogy az edzés nem ugyanaz, mint a tétmérkőzések, igen, egy kvalifikációs esemény. Ráadásul ugye nagyon is jól tudjuk, hogy az olimpia már nem olyan, mint 50-60-100 évvel ezelőtt, vagy akármikor is, mert hogy a kvalifikációs rendszer rendkívül fontos. És ha azt nézzük, hogy mikor, hol terjedt el úgy a COVID-19, hogy ott az országot jószerivel megközelíthetetlenné tette, a kvalifikációs rendszer se indulhatott el időben, ami aztán abszolút rányomta a bélyegét a látványsportokra is. Tehát én itt most az atlétikát és az úszást emeltem ki, de ott mindenképpen, hiszen nem tudhattuk, hogy a Távol-Keleten mi a helyzet, mi újság Afrikában, azt tudtuk, hogy itt Európában hogyan és miként mit nem lehet csinálni, mert hogy ez így volt, és ez nem is jött vissza, nem is tud visszajönni. De van-e megoldás egyáltalán? Hiszen amit mondtál, ugye tényleg pillanatokon belül szétesett ez a versenynaptár, ami egy nagyon fontos minden szereplőnek. A sportoló tudja, hogy akkorra kell időzítenie, az összes szerződésben résztvevő partner, a közvetítések, a szponzor, a néző, az a néző, aki sportturizmusban, passzív sportturizmusban már azt lehet szervezte, hogy megvan a belépti jegye, megvan a szállodája, és ő Tokiói olimpián lesz. Azok a hivatalos jegyértékesítők, a szervezők. Tehát egy ilyennek olyan komplexen egy rendszer dolgozik éveket előre egy esemény előtt, aztán magán az eseményen, és hirtelen kettős forgatókönyvben kell dolgoznod, hogy mi van akkor, ha valóban az eredeti tervek, meg forgatókönyveket kezdesz, hogy hogyan szervezel. Ráadásul ugye mindig kiemelték a kulcs tényezőket, egy olimpiai falu, amelyet megint az olimpiák ahhoz, hogy valóban városfejlesztő, vagy országfejlesztő, nemzetfejlesztő legyen egy olimpia,
azt ugye nem az arra épített, hogy utána hogyan értékesít, tehát hogyan lesz hasznosítva. De ott már másnaptól elvileg belép az új tulajdonos. Most te azt mondod, hogy nem, egy év múlva nekem szükségem van rá továbbra is, mint szállás. Tehát ezt gondoljuk el, hogy ez egy nagyon-nagyon komplex rendszer, sok szereplőnek az együttműködése, hogy na most ez az egy évvel való halasztás. Szponzori szerződések, jegyeladások. És gondold el, hogy megint ugye a szponzori szerződések, azok tartanak a nyári játékok esetében Tókióval, és onnantól már egy új indult a következő 4 vagy 8 éves olimpiádokra, és lehet, hogy ugyanannak az iparágnak a versenytársával van meg az exkluzív szerződésed, de te még teljesítesz az előző, tehát ugye hosszú távú partner kapcsolatoknál nem, mert viszi tovább az adott sportszergyel, de mi van, akkor pont akkor váltottál, és annak az iparágnak a versenytársával van, igen, meg a közvetítési jogok. Közvetítési jogok, meg egyértelműen az olimpiának, ha megnézem a tortáját, akkor a legnagyobb bevétel a közvetítési jogból, és ha tovább egyszerűsítem, akkor az amerikai televíziós társaságoktól érkezik. Ehhez igazítják ugye a menetrendet, a döntőket, minden, és ugye az amerikai sportáknál, ahogyan utaltál is rá, ugye nagyon fontos ez a nyár, mert akkor nincsen a Major League-nek egyetlen egy nagyligának sem eseménye, rájátszása, döntője. Igazodnak az európai futballhoz, tehát gyakorlatilag nem véletlenül van kitalálva, hogy ekkor lehet olimpiát rendezni. Akkor ha egy év múlva, oké, de akkor közelebb jön az egyébként 2 éves kapcsolattal a téli játékok, amelyik megint nem ilyen egyszerű, mert téli játékok egy másik szisztéma, ott is van kvalifikáció, vagy ahogyan a labdarúgásnál, hogy az UEFA meghozta a döntést, hogy akkor az Euro 2020, ez is kérdés, ők megtartják a brandet, Tokiónál megmarad-e a brand, vagy módosítják 21-re, mert ugye akkor nem 2020 az időpont. Ott például nagyon közel került a világbajnokság, futballvilágbajnokság, ami még télen lesz. Tehát ugye azért mondtam, hogy ezek a versenynaptárok szinte az ember előre terve, ez 7 éveket, stb., és most hirtelen történt valami, ami ezt teljesen összekuszálta. Nem tudom, hogy hogy lesz miként, de azért várjuk. Viszont teniszezzünk egy kicsit, mert azt hiszem, hogy a tenisz az a sportág, amelyre leginkább rányomta a bélyegét mindenképpen. Tervezhetetlenné vált a versenynaptár. A Grand Slam tornák vagy elmaradnak, vagy sem, hiszen azért nagyon is jól tudjuk, hogy bár csak pár száz, én azt mondom, hogy 150 teniszezőről van szó, de ez a 150 teniszező fedi le az általunk szeretett sportágat, és itt ugyanúgy a szponzorációs szerződések, a televíziós csatornák, a különböző masters tornák, tehát az ezres versenyek nőknél, férfiaknál egyaránt. Én azt gondolom, hogy ez, ami már nem lesz ugyanaz soha, hiszen most is olvashatjuk, hogy elmaradnak az ezres tornák közül számtalan, és a versenyzők pedig azon gondolkodnak, hogy elinduljon Amerikába, avagy sem, hiszen karanténból ki, karanténba be, mert erről ugye nem beszéltünk, de most is érvényben vannak olyan rendelkezések, hogy 2 hetet, ha valaki egy olyan országból zöld vagy sárga, mi rendszerünk szerint érkezik, akkor karanténba kell töltenie. Hogy kezdjek a magyar vonatkozásokkal, meg kifejezetten fehérvári vonatkozás, hogy a magyar vonatkozásunk, hogy ennek a tavasznak ugye nagyon komoly eseményei lettek volna, ilyen volt a női Fed kupa, aminek otthont adtunk volna, ugye csodálatos teniszezőink vannak mind a női, mind a férfi vonalon, meg hát őket lehet vegyes párosba is összerakni, ugye Babos Tímának, gondoljuk el, meg a Fucsovics Marcinak a jelenléte, a másik pedig Fehérváron mi mindig, hogyha sporttal gazdaságtan a kurzus és tenisz, akkor a Marosi Katát, hát mi csak Kata, de Katalint szoktuk meghívni, és a Kata mindig elmondja, hogy azért a hivatásos teniszezőnek már nagyon fiatalon, egy nagyon komoly döntéseket kell meghozni, amire utaltál, hogy melyik eseményen indul el. Ugye van egy gyönyörű ranglista, ami 300 naptári évben gondolkodik, és hogy melyik eseményen indulsz el, és mész át, és ott hagyod-e, mert még ott selejtezőt kell játszanod, vagy szabadkártyád van. Tehát van egy gyönyörű felépített világa, egyébként úgy, hogy nagyon sok sportág ezt a hivatásos tenisznek a rendszerét vette át, és meg is sindi, hogy ez a világkupa rendszer, lásd az úszás, mikor kiderül, most ugye már több eredetileg, azt hiszem 6 helyszínnel indultunk volna, hogy Budapest az utolsó
állomás, és már látjuk, hogy igen, kettő helyszínt kénytelenek voltak kivenni a rendszerből. Ugye egyrészt ezek folyamatos tét, másrészt van, aki edzésre használja, lásd, hosszú Katinkának a stratégiája, és ne felejtsük el a pénzdíj. Tehát, hogy bizonyos sportágakban ezeknek a sportolóknak komoly egyéni bevételt is hozhat a jelenlét, tehát ezek most mind-mind szintén érintett. És ugye a teniszre visszatérve valóban hazai vonatkozású események és a nemzetközi vonatkozású nagy események maradtak el, és jól látszik, hogy valóban a rendszer egyébként már a Covid előtt is látszott, hogy reformra szorult, több komoly teniszező hangot adott ennek. Ugye legutoljára Federerre figyeltünk leginkább, amikor a WTA, tehát a férfi és a női szövetségnek valamiféle összehangolása, a Davis Kupa rendszernek az átalakítása, mert pár évvel ezelőttig a tenisznek a világa szinte teljes évre ki volt feszítve, tehát a versenynaptár, ezek a sportolók nem álltak meg. És ugye nagyon-nagyon sok volt a sérülés, és nagyon sokszor a legnagyobbak kénytelenek voltak elmondani, hogy egyszerűen nem, tehát nem lehet ezt a sok utazást és állandó magas színvonalon való teljesítményt hozni, és ugye kezdték, próbálták rövidíteni, most a rövidítés novemberbe, tehát januárban elindulnak, és novemberbe valamennyire véget ér, de hát megint, aki olvasta az Agassi könyvet, az is egy egészen speciális oldalról megmutatja, hogy szállodába felébredve, mindig bőrönből indulva, és kint a pályán meg fantasztikus teljesítményt nyújtva, tehát ez egy nagyon kemény az ő világuk, de mi nézőként hát valóban nagyon-nagyon szeretjük, és örömmel nézzük, és most nagyon komoly események történetükbe először. Ugye másként tekintünk rá, amikor egy háború miatt nem kerül megrendezés, ugye az olimpia esetében is három ilyen is lehetett, de ez, hogy halasztódik, ez erre még nem volt példa. És ezért is jó, hogy még egy kicsit az úszásról kell, hogy beszéljünk, hiszen a négy nemzet tornáját az elmúlt hétvégén rendezték meg, és azért jó volt látni, hogy az úszóink oda tették magukat, hosszú Katinkát már említetted, de a Milák Kristófék, Késeli Ajnáé, Kapás Bogi és a többiek. Viszont az úszók szereplését is alaposan rányomja a bélyegét, hiszen itt is ciklikusan készülnek egy-egy világversenyre, és azért az azt hiszem, hogy hiány szenved, tehát ezt lehetetlen bepótolni. Ahogy a kajakkenuban nem különben, tehát a magyar sikersportágokat az alaposan megviseli ez a pandémia. De nagyon fontos megint, amit témát előhoztál, mert fantasztikus, innovatív válaszokat adnak, és ez klassz, tehát egy különleges időszakban nyertesen lehet kijönni akkor, hogyha képes vagy a változásokra valami jó megoldással. Ugye szintén Budapesten Len vizes EB lett volna, azzal a logikával, hogy először az úszó, aztán pedig a műúszó, szinkronúszó, műugró számok, illetve a nyílt vízi számokra került volna sor. És lehet, hogy nem tudsz nézőt fogadni, de az a Forma 1-nél is lehet látni, és szerintem ez is fontos, hogy 86 óta helyszín vagyunk, és mi most is tudtunk helyszín lenni. Más kérdés, hogy azzal a speciális szervezéssel, hogy nézők nem lehettek jelen, de erre a kommunikációban megjelent szintén szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy különleges időszak van, és jól látjuk, hogy az embereket megtépi ez a dolog, hiszen hiába felfogja, hogy az én érdekemben vannak korlátozások, attól még korlátoznak engem olyan dolgokba, amit meg megszoktam, hogy evidensnek vettem, hogy tehetem, és azért talán fontos az, hogy megtörténnek olyan események, ami egy picit a normál üzemmódra utalnak. Tehát van Forma 1-es futam, tehát itt volt egy nagy vizes ünnepség, tehát televízión keresztül nézhettük és ismét láthattuk a sportolóinkat, illetve a kajakkenuban ez egy nagyon klassz dolog volt, ez az edzéshez összekapcsolódó versengés. És a sportoló is elmondja, hogy milyen élmény megint, hogy végre edzhet, de az edzés, mint mondtuk, nem ugyanaz, mint téthelyzet, és akkor hogyan teszel az, vagy hogyan válaszolsz, hogy az edzést hogyan lehet mégis téthelyzetté alakítani. Tehát, hogy azt látom, hogy azért nagyon klassz, innovatív, jó megoldásokat hozott a sportágazat úgy, hogy nekünk nézőknek is vannak ismét a televízióban nézhető eseményeink. Így van, hát most fókuszba helyeztük az alapsportágokat, amelyek magyar szempontból fontosak, tehát a kajakkenut, úszás, de hát az összes többit és a labdarúgást.
Egy kicsit röviden beszélünk az amerikai franchise rendszerekről, hiszen folyamatosan kapjuk a híreket, hogy az NBA nem indult el, illetve hát elmentek Disneybe, aztán majd meglátjuk, mi lesz belőle. Aztán, hogy mi lesz az amerikai futballal, a baseballal és a kosárlabdával. Tehát és én azt vettem észre, hogy azzal, hogy a közvetítések elkezdődtek, az ott sokkal kevésbé győzi meg a játékost, hiszen világsztárok és sztárok mondták le a szereplést. Ez azt jelenti, hogy ők jobban figyelnek, vagy egy teljesen más rendszer szerint élnek, hiszen azt tudjuk, hogy az amerikai ezeket a rendszereket a televíziótársaságok tartják el. Tehát ott nem ad az állam, nem ad XY, hanem ott a televíziós társaságoktól kapott pénz a döntő. Ugye, amit most közben behoztál, és ez is nagyon fontos, ez a sportolói felelősség. Ugye beszéltünk róla, hogy ők azért véleményvezérek. Ugye ezek a sztárok ráadásul globális szinten véleményvezérek, és az az egész leállásnál egy jelenség volt például a Forma 1-nél is, hogy nem feltétlenül a jogtulajdonos hozta meg elsőként és gyorsan a döntést, hanem pilóták álltak ki, hogy bocs, ők nem fogják veszélyeztetni magukat és családjukat, és nem feltétlenül, tehát nem csinálnak úgy, mintha világban nem zajlana egy jelenség. Az NBA szintén az Észak-Amerikában hogyan átkerült a vírus, ugye gyorsan leállt. Ott egy érdekes vita volt, és ez is ide kapcsolódik, hogy ez a lehet-e érdemes az átkörű rendezvényt, amikor az egész szórakoztatóipar meg a látványcsapat sportágak az a nézőkért vannak, de ugye ahogyan mondtad, hogy igen, de ugye számos modellben más szereplők is vannak, akik a közvetítés jókért fizetnek, stb. De tényleg ott is jól látjuk, hogy azért a sportolói fizetés, illetve amikor megjelenik egy ilyen, mert most is folyamatos hír volt, hogy valakit a tesztje pozitív lett, és akkor azonnal mit tudsz csinálni, karanténba raksz egy csapatot. Igen, de amikor a csapatnak olyan nagy része fertőzött lett, akkor ki tud állni, nem tud kiállni, nem ugyanazon a szinten tud az egész pontversenyben részt venni. Tehát azért rendesen megkuszálta itt is a rendszer. Viszont azért a döntés is egyszerű volt, amíg LeBron James azt mondta, hogy nem, akkor mindenki azt mondta, hogy nem. Most, hogy azt mondta, hogy igen, most mindenki, és ez ugyanez vonatkozik az NHL-re is, hiszen a jégkorongbajnokság is hasonló. Ha a szupersztárok játszanak, akkor a közvetítési jogok is rendben vannak. Nos, hát ennyi lett volna a műsorinunk, mennyi fér, de én azt gondolom, hogy erről napestig lehetne beszélni, és kell is beszélni róla, mert hogy valljuk meg, hogy sport nélkül már, mint sportnézők nélkül, az nem az igazi. Jó figyelni rá, jó szurkolni, kívülállóként egyébként is megtesszük, de csak az újságokból tájékozódni személyes jelenlét nélkül, az nem az igazi. Meg hiszem, hogy a sportnak nagyon fontos szerepe lesz az újraindításban, tehát nem egyszerűen a sportgazdaságot hogyan indítod újra, milyen károkat szenvedett el, hogyan alakulnak át működési modellek és akár a szervezeti felépítés, nem a sportnak magának, nem csak a hivatásos sportnak, hanem az, hogy mi magunk sportolhatunk szabadidőnkbe, annak is rengeteg és nagyon fontos szerepe lesz az előttünk álló időszakban. Nekünk egyébként most van egy elindított új kutatásunk, ami kifejezetten a sportfogyasztást nézi meg, a COVID-19 kapcsán, hogy ez átalakítja és hogyan alakítja át a sportfogyasztói szokásainkat. Krisztina, köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, önöknek is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és azt kívánom mindnyájuknak, hogy lehetőség szerint találkozhassunk a Videoton mérkőzésein, a kosárlabda meccseken, kézilabda meccseken és a Raktár utcában, a jégkorong meccsen is. Legyen így, viszontlátásra!